Sziasztok, sziasztok, a lányok, üdvözlök mindenkit, én Pasik vagyok, és itt lennénk a Top 10 király ingyenes játék PC-re következő részében. Nagyon sok like, illetve komment érkezett az előző videó alá, úgyhogy ezt a videót már rég meg kellett volna csinálnom, viszont nem volt hozzá kedvem, szóval egy nem kis csúszásról beszélünk. Minden esetre itt van a következő rész, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kommentekbe írt játékokat, illetve az, hogy ilyen lájkoltátok a részt, ezzel jelezve azt, hogy csináljak egy következő részt. Ha ez a videó alá is írtok kommenteket, hogy milyen játékok legyenek bent, több mint valószínű ezt a következő részen be fogom rakni. Nem is húznám tovább a szót, ha tetszik a videó, mindenképp csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel rá a YouTube-on, ha még nem tettétek meg, illetve kövessetek be Twitch-en is, hiszen elég gyakran szoktam ott streamelni. És akkor hát jöjjön is a következő szponzorunk, ami nem más, mint az Eneba, nekik nagyon szépen köszönöm, hogy támogatták ezt a videót, csapassuk! Az első játékunk nem más lesz, mint a Call of Duty Warzone. Ki, aki szereti a Call of Duty-t, annak igazából már ez egy nagyon fasz a dolog, hogy ingyenes Call of Duty. Azt érdemes tudni, hogy ebben a Call of Duty-ban főként a Battle Royale részét szeretik ugyan a játéknak, de több fajta játékmód is van, és beszéljük igazából a Battle Royale részről. Ugye kiválasztasz egy adott karaktert, amire te szeretnél lenni, illetve kiválasztasz hozzá egy adott loadoutot, és ahogy te játszol az adott karakterrel az adott fegyverrel, te úgy szintezed az adott fegyvert, úgy tudsz rá állokolni attachmenteket, kiegészítőket, például tudsz rá szupresszort, ugye hangtompítót, távcsövet, jobb tárat, hogy pontosabb legyen a fegyver, könnyebb legyen belelőni. Közben megvannak tipikusan azok a jellemzők, mint ami a kodba szokott, hogy tudsz vezetni helikoptert, tudsz vezetni kocsit, tudsz lehívni rakétákat az égből, tudsz sniperkedni, tudsz csúszni, tehát tipik ez az ilyen pörgős kologdot és játékmenet, közel meccs közel tudsz nyitni ládákat, van olyan játékmód, ahol például, hogyha jössz játékosokat, akkor kapsz pénzt, illetve el kell menni egy adott leadó pont, azzal azt a pénzt te leadod. Vannak olyan játékmódok, mint ugye a Battle Royale, ahol az a lényeg, hogy a te csapatod, vagy pedig, hogyha szólóban nyomod, akkor te nyerd meg a meccset. Viszont ebben a kologdotban és ebben a Battle Royale szériában nagyon sok egyedi dolog van például ebben a Call of Duty-ban, kezdve például azzal, hogyha meghalsz, akkor bekerülsz egy gulágba, tehát nem fixen halsz meg, hanem bekerülsz egy ilyen arénába, ahol 1v1-be meg kell mérkőzned egy adott játékossal, teljesen random, hogy milyen fegyvert kapsz, tehát lehet a shotgun, lehet a pisztoly, bármilyen fegyver, és az a lényeg, hogyha te őt megölöd, akkor te visszakerülsz a játékba, tehát ismételten le tudsz esni a térképre. Illetve hogyha esetlegesen te meghaltál, és elvesztetted a gulágot, akkor a csapattársit, hogyha csapattal játszol, ők tudnak szerezni pénzt, és a játékon belül vannak ilyen helyek, ahol ezt a pénzt el tudod költeni, és ők például vissza tudnak téged vásárolni, így vissza tudsz térni a játékba. Szóval nagyon sok ilyen egyedi dolog van ebben a játékban, érdemes mindenképpen kipróbálni, folyamatosan update-elik, már nem tudom, hanyadik season, meg hanyadik battle pass van most éppen a játékban. Ingyen is tudjátok kifarmolni a Battle Pass-ra, sokat játszotok. Nem pay to win a játék, tehát teljes mértékben ingyen is játszható, anélkül, hogy bármit is költenél rá. Szóval én azt mondom nektek, srácok, lányok, aki szereti a Call of Duty-t, szereti a Battle Royale játékokat, ha nem is szereted a Battle Royale-t, vannak olyan játékmódok a játékban, ami nem Battle Royale, annak mindenképpen ajánlom, csekkoljátok le, próbáljátok ki, szerintem mindenképpen megír egy próbát. A második játékunk már a jól sokatok által ismert Battle Royale játék, a nagyon-nagyon-nagyon ellenszembes, illetve sok ember számára jó, sok ember számára rossz játék. Ez nem más, mint a Fortnite, ami nagyon sokak számára a közössége miatt verte ki a biztosítékot, mert hogy nagyon toxik gyerekek játszanak vele, letáncolják a másik embert, szétosztanak, szétfolytanak mindenkit. Úgyhogy srácok, lányok, ez a játék ingyenes. A fő ismérve ugye az építés volt, kihangsúlyozom, hogy volt, mert most már van olyan játékod, ahol nem kell építeni, hanem szimplán fedezékekbe búj, hogy nem is tudsz olyan játékod, ahol nem tudsz építeni. Ugyanúgy kell játszani, annyi, hogy nem gyűjtesz építő anyagot, illetve nem építesz, hanem szerzel fegyvereket, elbújsz, lootolsz, autóba ülsz, leraksz ilyen páncélokat. Tehát igazából egy konkrét Battle Royale játék, Fortnite-ban, a Fortnite fő
ismérve nélkül, hogy nem építesz. Természetesen az építés ugye úgy bent van a játékban, ami a Fortnite-nak a fő ismérve, de a játék ugye abból áll, hogy ültesz alapanyagokat, ugye fát, követ, illetve fémet, és tudsz építeni falat, lépcsőt, tetőt, így hogyha rád nőnek, akkor tudsz építkezni, tudsz építés harcozni, ugye build fightozni a másik játékossal, és amelyik ötök ügyesebb, amelyik ötök taktikusabb, azt fog nyerni. Ugye a játékban nagyon fontos, ez egy Battle Royale játék, viszont már van benne kreatív mód is, a játékosok tudnak pályákat csinálni, különböző játékmódokat tudnak csinálni, ezért van egy csomó parkour pálya, van egy csomó logikai pálya, van egy csomó 1v1 pálya, tehát igazából a játékban korlátlan lehetőség van, játszhatod a rendes Battle Royale-t, játszhatod az építés nélküli Battle Royale-t, vagy elmehetsz kreatívozni, ahol akár még bujócskázni is tudsz, hogy tárgyakká változol, és még sorolhatnám a rengeteg-rengeteg pályát, de a fő Battle Royale rész az abból áll, hogy ládákat nyitsz, airdropokat nyitsz, minél jobb felszerelést próbálsz szerezni, próbálsz a körön belül maradni, játékosokat megölni, és próbálsz terelni az utolsó, aki megnyeri a játékot. A játék ugye található Battle Pass, amit ingyenesen is ki tudsz farmolni, hogyha sokat játszol vele, onnantól kezdve pedig már folyamatosan lesz Battle Passod. A seasonok, illetve a season eventek, mindig van a játékban egy ilyen event, amit iszonyat jól szokott kinézni, például a Davis Scott koncert, vagy bármi hasonló, úgyhogy azokra érdemes elmenni. De azt mondom, hogy próbált mindenképpen megér, ne arra hallgassatok, hogy mások itt mondanak, hogy milyen a játék, próbáljátok ki, ha nektek tetszik, játszatok vele, ha nem jön be, akkor pedig ne. Úgyhogy én szerintem mindenképpen megér egy próbát. A következő játékunk egy viszonylag új játék lesz, ez is egy Battle Royale, de nyugodjatok meg, a videó nem csak Battle Royale játékokból fog állni, ezt megígérem nektek. Viszont a Bloodhunt lesz a következő játékunk, ami szerintem ismételten megcsinálta azt, amit a többi Battle Royale játék nem szokott. Bizonyára már ti is unjátok, hogy folyamatosan jönnek ki a Battle Royale játékok hegyén hátán, és semmi újat nem tudnak mutatni. Most ilyen esetben a Warzone és a Fortnite az valamilyen szinten kiemelkedett. Ugye a Battle Royale játékok közül ugye az előző videó jelenetekből láthattátok, hogy az miért is másabb, mint a többi Battle Royale játék, beszélni meg ugye majd megtanulok. Viszont a Bloodhunt szintén egy kiemelkedő játék lett, méghozzá azért, mert nem csak egy egyszerű Battle Royale játékról beszélünk, ugyanis ebben a játékban nem másról van szó, mint vámpírokról, tehát egy Battle Royale játék, ami vámpírokra, illetve azoknak a képességére specializálódott. A játék nagyon pörgős, képességet kell használni, ugye ezt itt a videóban is láthatjátok. Én a játékkal nem játszottam így, nem tudom elmondani a képességet, hogy milyen képességek vannak, viszont itt a videóban láthatok pár képességet, ami azt láthatjátok eléggé pörgős, lootolni kell, ugyanúgy játékosokat kell megölni, egy viszonylag nagy tér áll rendelkezésünkre, ugye a vámpírokhoz mérten ugye egy éjszakai pályán vagyunk. Tényleg jól néz ki a játék, pörgős, hozza azt a hangulatot, amit kell, a karakterünket egyedire tudjuk szabni, tudunk ugye öltözéket, fegyverkinézeteket, és a többi, ugye szokásosan van Battle Pass is a játékban. Pörgős játék, izgalmas játék, tényleg hozza ezt a Vampir vibe-ot, aki szereti az ilyen vampiros játékokat, és szeretné esetleg ezt egy Battle Royale játékból kipróbálni, akkor ajánlom, hogy mindenképpen próbáljátok ki. Steamen ugye ez egy ingyenes játék, ugye ez nemrég került piacra. Azt nem tudom, hogy van-e cross-platform a játékban, szerintem van, mivel, ahogy láttam, PS-en is elérhető a játék. Úgyhogy srácok, lányok, ez egy pörgős, vámpiros játék, képességet kell használni. Úgyhogy szerintem egy próbát mindenképpen megér, csekkoljátok le Steamen, illetve írjátok le kommentbe a véleményeteket a játékról, hogyha úgy van, akkor én is kipróbálom és ránézek, hogy ez a játék milyen. Én azt mondom, egy próbát mindenképpen megér, szóval próbáljátok ki. A következő játékunk már viszonylag régi, viszont mai napig eléggé sokan játszanak vele, és folyamatosan jönnek ki hozzá az update-ek. Egy kezdőjátékos számára nagyon bonyolult lehet, nagyon sokat kell tudni a játéknak a Wikipédiáját, hogy érvényesülni tudjon. Én viszont azt mondom nektek, hogy egy játék tényleg akkor az igazi, hogyha folyamatosan van mit felfedezni, és folyamatosan van mit tanulni, és ez a játék tipikusan az, hogy elkezded, megtanulsz mindent, jön egy következő update, és kezded el erődöl, ergo nincs benne semmi olyan, amit te megtudnál unni, hiszen folyamatosan életben tartják, folyamatosan frissítik a játékot. A Warframe egy viszonylag elég ilyen modern, sci-fi-ben játszódó történet, lehet saját űrhajód, az adott karakter, amivel te vagy, az egy Warframe,
amit te szépen folyamatosan gyűjtögetsz, mert több Warframe is van, minden Warframe-nek különböző képessége van, tehát te kifarmolsz egyet, van egy pálya, ahova már egy másik Warframe kell, vagy egy következő pálya, ahova megint másik Warframe kell, ezen multiplayer orientált játék, tehát többen kell, hogy játszátok, nagyon sokat kell benne farmolni, van egy open world része, rengeteg küldetés, rengeteg misszió, a story az nagyon komoly, nagyon odabaszó, azt érdemes végig tolni, esetleg utána járni, hogy hogyan is néz ki a story, hogyha esetleg nem tudtok angolul. Én azt mondom, hogy egy MMO, tehát egy multiplayer játék az képest nagyon komoly, nagyon összetett játék. Én nem szeretem az ilyen skifi MMO-kat, viszont faterom, aki amúgy nem nagy MMO fan, belenyomott több mint 2000 órát, tehát őt például nagyon lekötötte a Warframe, illetve több haverom is van, akit nagyon-nagyon lekötött a Warframe. Úgyhogy én azt mondom nektek, a Warframe mindenképpen megír egy próbát, ez Steamen egy ingyenes játék. Annyi a hátrányátok, nagyon sokat kell fogyni a Wikipédiát, nagyon sok mindennek utána kell nézni. Viszont, hogyha találtak egy magyar klánt, van is egy srác, Necro, azt hiszem ez a, talán a neve YouTube-on, ebben nem vagyok biztos. Keressetek rá, egy ilyen magyar srác, aki nagyon nyomta régen, most nem tudom, hogy nyomja a Warframe-es tartalmakat. Neki van egy magyar Warframe-es klánja, ott biztos tudtok segítséget kérni, hogyha esetleg elakadtok, tudtok közösen is játszani, hogyha úgy van. Úgyhogy én azt mondom nektek, srácok, lányok, próbáljátok ki a Warframe-et, én mindenképpen ajánlom mindenkinek. És elérkeztünk egy nem Battle Royale játékhoz, és nem egy MMO-hoz. A következő játékunk egy ingyenes FPS shooter, ami nem más, mint a Heroes and Generals. Így ez a játék egy elég pörgős Call of Duty Battlefield-szerű, igazából ugye a kettőnek a keveréke szeretne lenni. Olyan is lehet vezetni tankokat, repülőket, motorokat, mindenféle kocsit, ami ugye inkább a Battlefieldhez kapcsolódik, viszont megvan az a pörgőség, ami a kódban is, hogy darra van ezerrel, mindenki lő mindenkit, repülnek a rakéták, a tanklövegek, azt se tudod, hogy hova fussa, azt se tudod, hogy mit csinálja, azt se tudod, hogy honnan lőnek rád. Viszont egy ingyenes játékhoz képest egy elég komoly grafikát kapunk, ez egy második világháborús játék, amit folyamatosan frissítenek és életben tartják, úgyhogy ez egy olyan játék, amit tényleg az emberek nagyon játszanak, nagyon pörgetnek. Én is régen rá voltam függve, sőt egy haverom mai napig játszik vele. Egy ingyenes játék, azt szerintem egy elég korrekt és elég sok tartalmat kapunk. A játék nem pay to win. Én elég régen játszottam vele, így nagyon nem emlékszem el, viszont régen is elég komoly grafikája volt és egy elég komoly játékról beszéltünk. Szerintem tényleg simán hozza azt a feelinget, amit a Battlefield vagy a Call of Duty egy ingyenes verzióban. Tehát azt nem kell elvárni, mint egy replay kategóriás játéktól, mint a Battlefield vagy a Call of Duty esetében. Viszont tényleg egy elég komoly játékról beszélünk. Amit itt láthattok jelenleg videó, az még egy elég régi videó. Tehát a játék azóta elég sokat fejlődött. Viszont hogyha már a videóban a játék így nézett ki és ennyire pörgős volt, akkor képzeljétek el, hogy most milyen lehet. Úgyhogy én azt mondom nektek, srácok, aki szereti az FPS lövöldét és esetleg haverokkal szeretne shootingolni egy ingyenes játékban, annak ez egy megfelelő második világháborús játék, én azt mondom, próbáljátok ki, nézzétek meg, szerintem egy próbát mindenképpen megér. A következő játékunk a szívemhez egy elég közel álló MMO, ami nem más, mint a God Wars 2, és igen, tudom, biztos sokan hallottatok már róla, hogy ez a játékhoz a kiegészítők fizetősek, viszont nem kötelező őket megvenni, 80-as szintig a játék teljes mértékben ingyenes, és a kiegészítők sem adnak olyan plusz a játékhoz, amivel pay to win lenne a játék. Ergo, ha te veszel egy kiegészítőt, új területek oldódnak fel számodra, kapsz mountokat, egy új sztorit, semmivel nem leszel előrébb, mint többi játékos. Ergo, hogyha te nem fizetsz elő, csak a sima Guild Wars ingyenes játékával szeretnél játszani, akkor ezt meg tudod tenni. Természetesen vannak korlátozások a játékban, amivel, hogyha nem költesz pénzt, tehát nem veszel valamilyen packet, akkor bizony korlátozások vannak, viszont én úgy vagyok vele, hogy ezek a korlátozások nem olyan számottevőek, és hogyha tetszik neked a játék, azt a 10-20 eurót simán ki tudod érte adni, 8-ra szintig ingyenes, tudod élvezni, nem fog azon kattogni az egyet, hogy fizetnem kell. Viszont, hogyha tényleg nagyon megtetszik a játék, előbb-utóbb úgyis már fogod venni a kiegészítőket. Én például az összes kiegészítőt megvettem röpke 20 euróért, 15 euróért, ami egyáltalán nem is volt egy vészes ár, és kaptam kettő kiegészítőt,
Azóta egyébként most, amit a videóban láthattok, videó, ezt most jól megmondtam, amit a videóban láthattok, videó, tehát ez már az új kiegészítője a játéknak, tehát ez már a harmadik kiegészítője a játéknak, úgyhogy tényleg ezt a játékot is folyamatosan fejlesztik és életben tartják, az egyik legfelkapottabb MMO-k között van, úgyhogy én azt mondom nektek, srácok, hogyha szeretnétek egy jó grafikájú, jó hangulatos MMO-val játszani, amire nem feltétlen kell költetek, de hogyha szeretitek, van rá lehetőségetek, én nem azt mondom, hogy költsetek, viszont hogyha szeretitek több tartalmat, akkor van rá lehetőségetek még ezt a tartalmat is bőven bővíteni, hiszen az a három kiegészít, ami most a játékhoz jött, azzal bizony jó sokáig elvesztek, de az ingyenes verzióval is nagyon sokáig el tudtok játszalozni, karaktereket húzni, megtapasztalni, hogy milyen a játék, úgyhogy én azt mondom nektek, srácok, lányok, ezt az MMO-t mindenképpen próbáljátok ki. Szerintem 100-szor megír egy próbát. A következő játékunk a Hearthstone, ez pedig egy kártyajáték lesz, ami a World of Warcraft univerzumában játszik. Tehát egy kártyajáték, ami a Warcraftnak a elemeit tartalmazza, ha lehet így fogalmazni. Tehát minden kártya egy World of Warcraftos karakter, egy World of Warcraftos szörny, egy jól ismert alak és egy jól ismert képességgel. Tehát minden karakter, minden szörnynek megvan az a képessége, amit esetleg a Warcraft univerzumban vagy a World of Warcraftban megismertünk. Természetesen lehetnek eltérések, és mivel ez egy kártyajáték, itt nagyon tudni kell taktikázni, milyen paktit állítunk össze, melyik kártyát hogyan használjuk ki, játszani kell az idővel is, mivel időre megy a meccs, illetve időre kell kártyákat leraknunk. Tudnunk kell, hogy az ellenség milyen pakli. Tippelni kell, nem is az, hogy tud, mert tudni nem fogod, hogy az ellenség milyen paklit hozzá, tippelni kell, hogy az ellenségnek milyen paklija lehet, az alapján, hogy milyen kártyákat játszik ki. Nagyon fontos, hogy milyen paklit raksz össze, milyen kártyákat játszol ki te. Tehát nagyon-nagyon egy logikai, nagyon-nagyon egy gondolkozós kártyajátékról beszélünk, de ugyebár a kártyajátékok ilyenek. Viszont aki szereti a Warcraftot, vagy a World of Warcraftot, és esetleg szereti a kártyajátékokat, annak mindenképpen érdemes kipróbálnia. Aki pedig önmagában a kártyajátékokat szereti, és szeretne azért, hogy tényleg már egy jó ideje futó kártyajátékot, amit folyamatosan fejlesztenek és újítanak, akkor ajánlom neki mindenképpen a Hearthstone-t. Úgyhogy srácok, lányok, én nem vagyok egy nagy kártyajáték fan, viszont ez a játék engem is lekötött egy időben, én viszont abba hagytam, mert nem vagyok az a nagy kártyajátékos típus. A játék angol, tehát a magyar nyelv nem nagyon lesz benne, egy olyan játszom bele, aki tud is angolul, én azt mondom, hogy egy próbát mindenképpen megér. Látványos, amennyire egy kártyajáték látványos lehet, a pályák azért hangulatosak, és a szokásos kártyajátékos, hogy ütik egymást a kártyák, ezt azt kijátszol. Úgyhogy én azt mondom nektek, srácok, lányok, próbáljátok, hogyha esetleg érdekel titeket a kártyajáték, én azt mondom, hogy próbált mindenképpen megér. A következő játékunk nem más lesz, mint az Unturned, ez már egy viszonylag azért elég régi játék, a grafiká is árulkodik róla, hogy ez nem egy mai darab, viszont mai nap is szoktak egyébként ilyen grafikai játékokra készülni. Viszont amit tudni kell a játékról, hogy ez egy survival zombi játék, ilyen kis meseszerű kis ilyen csídes grafikával. Én nagyon sokat játszottam a Stray-en haverokkal, én azt mondom nektek, hogy ahhoz képest ilyen nagyon lebutított grafika, tényleg elég komplex játékról van szó, tehát tudtok lootolni, helikopter vezetni, autót vezetni, tankolni az autót, tudtok minigánt szerezni, katonai felszerelést, közben tudjátok henteni a zombikat, a játék ellen érdemes sunyiba mászkálni, kugolva mászkálni és úgy lootolgatni, hogy a zombik ne öljenek meg titeket, mert ez a játék tipikusan, hogy észrevesz, hogy zombi rágyon az egész város, tudsz szekrényeket nyitogatni, tehát elég komplex loot rendszere van, tudtok bázist építeni, fát vágni, tehát elég komplex dolgok vannak, PvP szerverek is, ez egy ingyenes survival zombi játék, úgyhogy én azt mondom, nektek érdemes mindenképpen kipróbálni, Steamen elérhető ingyenesen. A következő játékunk ismeretetlen egy MMORPG, ez nem is akármilyen MMORPG. Aki ismeri a Diablót, ez egy full hasonló játék, egy felülnézetes
MMO, ami abból áll, hogy tonna számra darálod a szörnyeket, de tényleg brutál szinten darálod a szörnyeket. Nagyon durva, látványos, nagyon baszó képességek vannak minden karaktere. A harcot csak úgy a pengével szabdalja, ugrál, üti a földet, megreped alatta a talaj. A varázsló jégzápor zúdít az ellenségre, tüzet szor rájuk, meg a tököm tudja. Tényleg iszonyatosan brutál effektek vannak a játékban. Nagyon brutálul néznek ki az animációk, a harcefektek, a pályarészek, a szörnyek, a grafika tényleg iszonyatosan durva, nagyon elragadó a játék, nagyon-nagyon hangulatos, magával tud nagyon hamar ragadni. A játék nagyon komplex, nagyon összetett, tehát nem elég, hogy fejlődsz és gíreld a karaktert, hogy erősebb legyen és erősebb felszerelésed legyen. Mindamellett lesz egy saját szigeted, amit neked fejleszteni kell, külön küldetéseket kell elindítanod, lesz egy saját hajód, lesz saját legénységed, mivel te a tengeren tudsz menni, szigetről szigetre, tudsz a tengeren lootolni. Szóval elég komplex, elég durva játék, vannak benne mountok és petek, tudsz benne klánt csinálni, tudod együtt havarokkal csapatni, vannak dungeonök, vannak raidek, amik azért már egy kicsit komplexebbek. Én azt mondom nektek, mindenképpen csekkoljátok le, ez most egy nagyon új játék, nagyon sokan játsszák, én kipróbáltam, engem nagyon lekötött, viszont én úgy elkezdtem bovozni és ott hagytam. Hosszú távon nekem egy kicsit unalmas volt, de a kezdőlöket szerintem nagyon izgalmas, nagyon sok ember elkezdte és ott is maradt magyarok közül, mai napig vannak ilyen streamerek és videósok, akik folyamatáról gyártanak tartalmat. Rengeteg oktató videót találtak a játékkal kapcsolatban, hiszen még ez viszonylag új. Én azt mondom nektek, mindenképpen próbáljátok ki, nézzétek meg, én ajánlom mindenkinek. A következő játékunk egy nagyon felkapott, nagyon híres, nem is egy konkrét játék, igazából ez egy program, ami összegyűjti a játékokat, és amiben lehet játékokat csinálni, ez nem más, mint a Roblox. A Roblox azért nagyon híres, és azért nagyon híres, és azért játszik sok ember, mert korlátlan lehetőség van benne, építhetsz saját pályát, saját játékot, és itt a videóban látjátok, tényleg ilyen nagyon lebutított, nagyon ilyen gyerekes grafikája van, de vannak olyan játékok, amik azt a kurva, hogy néznek ki. De vannak olyan játékok, amik rendesen egy Need for Speed autóverseny ugyanazzal a grafikával. Egy Call of Duty, egy rendes tudjátok, miről beszéljek, amit a GTA fejlesztő csináltak Cowboy-osba. A lényeg az, hogy nagyon brutál játékok vannak, vannak ilyen nagyon lebutított, meseszerű játékok, amiket nagyon sokan szeretnek, lehet, hogy nektek is bejön, de vannak olyan játékok, hogy tényleg ilyen brutál jól kinéző, Call of Duty, autóversenyzős, rendőrös, üldözős, tehát nagyon durva ilyen grafikájú játékok vannak benne összedobva. Több millió, több százezer játék van, amiből lehet válogatni, ettől egyik izgalmasak. Én például régen nagyon sokat játszottam azt, hogy egy hajón vagy egy fegyverrel egy játékos kisorsa a rendszer, hogy ő a cápa, és ő egy nagy megalodó lesz, és a hajósokat megöli, és meg kell ölni a cápat, vagy ő öl meg titeket. Tehát nagyon sokféle játék van, vannak ilyen horrorpályák is, amik közül vannak ilyen meseszerűek, vannak ilyen nagyon életűek. De én azt mondom nektek, próbáljátok ki, töltsétek le, válogassatok, haverokkal szintén tényleg rohadt izgalmas tud lenni, vannak benne nagyon izgalmas pályák, csak meg kell találni tényleg a jó játékokat, mert többnyire a legtöbb az ilyen meseszerű kis ilyen semmi, viszont vannak tényleg elég jók és izgalmasak a grafikától függően. Úgyhogy én azt mondom, srácok, lányok, próbáljátok ki, szerintem mindenképpen megír egy próbát, és amit elfelejtettem mondani, hogy ezt tudjátok játszani konzolon, tudjátok játszani VR-ba, PC-n, és még telefonon is, tehát telefonon is tudtok ugyanazokkal a játékokkal játszani, mint mondjuk a haveratok konzolon, vagy PC-n, vagy VR-ba, tehát minden platforma elérhető a játék, bárhol, bármikor tudjátok játszani, úgyhogy szerintem ez egy hatalmas nagy pluszpont, szerintem próbált mindenképpen megér. Srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenképpen csapassatok egy lájkot, illetve dobjatok egy feliratkozást, ha mi nem tettétek meg. Ne felejtsétek el bekapcsolni a csengőt, hogy mindenképpen kapjatok értesítést, hogyha új tartalmat vagy videót töltök fel. Ha szeretnétek, nyugodtan írjatok kommentációba játékokat, amit mutassak be esetleg a következő részben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy megnéztétek ezt a videót. Twitch-en kövessetek be, hogyha még nem tettétek meg, oda is mindig teszek ki streameket, illetve gyakran streamelek, hogy ott is érdemes engem bekövetni. Illetve a leírásra megtaláljátok a Discord szerverem, illetve
a csatornámnak a szponzorát, a zenemát, hogyha olcsó játékokat szeretnétek vásárolni jó áron, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, ha ott vásároltok, kaptok bizonyos százalékú kedvezményt, és ezzel támogatjátok a csatornát. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!